Hello mindenki! Még mielőtt elkezdenénk ezt a videót, szerettem volna beugrani hozzátok, és egy kicsit segíteni abban, hogy mit fogtok látni, ugyanis az eredeti terv az teljesen felborult. Szerettük volna ezt a videót úgy felvenni Barbie-val, hogy mindent átadunk nektek, spoilermentesen. Ez nagyon gyorsan összedőlt, és az lett belőle, hogy mindent átadtunk, és a nyersanyag másfél óra. Úgyhogy végül arra jutottam itt vágás közben, hogy ebből a videóból egy kedvenc részeink a Vér és Hamu sorozat első részéből videó lesz. Lehet, hogy össze-vissza, spoilerekkel biztosan tele van. Úgyhogy ha nem olvastad még ezt a sorozatot, akkor nem biztos, hogy ez lesz a megfelelő videó. A videó végén egyébként felvetünk egy ötletet nektek arról, hogy mit szólnátok hozzá, hogyha live keretein belül beszélnénk át a könyveket veletek együtt, és akkor igazából egy tök jó kis kommunikáció tudna kialakulni ott köztünk, nem csak mi beszélnénk és ti hallgatnátok. De ha ez az opció nem tetszik, akkor írjátok le, hogy milyen szempontok alapján szeretnétek, hogyha beszélnénk a könyvekről, és megpróbáljuk egy kicsit jobban összeszedni magunkat, és egy kicsit struktúráltabban felvenni nektek a következő videókat. Ha olvastátok, akkor mindenképpen írjátok le, hogy nektek mi volt a kedvenc részetek a könyvből, és jó szórakozást a videóhoz, a következőben találkozunk. Mehet? Nem. Úristen! Szép napot mindenkinek! Elérkeztünk egy következő videóhoz, ahol egy csodálatos vendégem van. Csodálatos vendégem elképesztően izgul, úgyhogy mindenkit szeretnék megkérni a komment részekbe, hogy egy kicsit bátorítsátok fel, hogy legyen több ilyen videó, ahol itt van velem. És valószínű, hogy a címből már láttátok, de egy könyves videóval érkeztünk, amúgy, hogyha nem jönnétek rá ebből a csodálatos háttérből, Barbie-nál vagyunk, ez az ő kis gyűjteménye és az én személyes könyvtáram. Egyébként... Meg nagyon sok mindenki más. Meg nagyon sok mindenki másé. Barbie a könyvdíler. Tudjuk jól, hogy az Akotár összefoglalással lógunk még nektek, viszont ha minden jól megy, akkor ez a fő próbája annak, igen, hogy az a videó elérkezhessen. És ez a Vér és Hamu sorozat összefoglalója lesz, ugyanis az Akotár óta ez az első olyan fantasy sorozat, ami hasonlóképpen... Amiután Barbie hívta Rebekát, hogy Rebeka, megvan. Igen, ami hasonlóképpen megmozgatott minket, mint az. Úgyhogy ezt szeretnénk nektek összefoglalni. Az a legszebb az egészben egyébként, hogy hozzád képest én két héttel később olvastam el az utolsó részt. Igen. Ahogy befejeztem, szóltam neki, hogy végeztem vele, viszont egy szót se beszéltünk róla, pont azért. Igen, mert én viccből elejtettem, hogy most kéne az, hogy leülünk és felveszünk videóra a reakciót, és mondta Rebeka, hogy jó, akkor üljünk le és vegyünk fel. És egy kicsit én komolyan vettem, úgyhogy most itt vagyunk. Ő fogja innentől körülbelül vezetni a szállat, én meg csak néha hozzászólok. Ó! Oké. Oké. Biztos? Kezdjük azzal. Itt van az első részünk. Azt se tudom, hogy elkezdjék. Úristen, de jó volt! Milyen fantasy? Nem tündérek, meg nem ilyen dolgok vannak benne. Vérfarkasoktól kezdve a sárkányokon, a vámpírokon át, félvérek, meg alakváltók. Tehát, hogy minden, amit el tudtok képzelni, de hogy ez nem a... Különböző természetfeletti lények ezen kívül mindenféle mennyiségben. Poppynak hívják a főszereplőnket, aki egyértelműen egy hölgy. Poppy szemszögéből van írva az egész könyv, első mindegyik szám egyben. Mind a három könyv, igen, egyébként. És nem is volt soha ilyen kitekintés, ugye? Egyáltalán nem. Aki egy bordélyban, vagy nem bordélyban, egy ilyen kocsmában kártyázgat. Nem kocsma, bordély! Az bordély? Az hát, persze! Bordély kocsma! Persze! Bordélyban! Nem akarsz építeni. Jó, mert a lenti rész jutott most így eszem, és lent kocsma fenn bordéna. Poppy a szűz. Annyit kell tudni róla, illetve erről a pozícióról, vagy nem is tudom, hogy mondjuk, hogy szó szerint mindentől és mindenkitől elzárva tartják. Egy ilyen hercegségben él, egy hercegnő és egy herceg van így fölötte, akik vigyáznak rá. És azon kívül, hogy a személyi testőrével és a szobalány, vagy hát nem igen, tudom, hogy szobalányával, vagy társalkodó nővel igazából beszélhet, azon kívül senkivel semmilyen kapcsolatot nem tarthat, nem szólalhat meg mások társaságában, és körülbelül egyedül éli az életét a kis szobájában. 18 éves itt, nem? Igen. És 18 évig igazából úgy volt nevelve ez a
lány, hogy fátyol alatt tartották, nem nézhet rá másokra, nem érhet hozzá másokhoz. Nyilván így a szűrségből adódóan semmi más dolgot sem csinálhat, úgyhogy az, hogy ő egy bordélyban legyen, az mondjuk nem egészen szabályos, és ez végig viszi egyébként az összes könyvünket. Poppy nincsen túl jóban a szabályokkal. Ezt szerintem finoman mondhatjuk így. És neki van egy főtestőre, annyit kell tudni előjáróban róla, hogy a szülei meghaltak. És úgy vették magukhoz a királyságban, mindegy, és a lényeg, hogy van egy testőre, aki kiskora óta igazából mellette van. És hát ő azért titokban úgy döntött, hogy megtanítja Poppyt arra, hogy megvédje magát. Úgyhogy elég jól bánik a fegyverekkel. Úgyhogy egyébként nem fél egyedül éjszaka közlekedni a városban, és ez többször el is játsza egyébként. És az egyik ilyen alkalommal kerül a Vörös Gyöngybe, az a kis bordé. És pont ezért kezdtem el felvezetni a kis testőrét, hogy erre a testőre viszont ilyen apa figuraként tekint. És hát ő megjelenik ebben a bordéban, ahol Poppynak egyáltalán nem kéne ott lenni, és a testőre pontosan tudja, hogy hogy néz ki, mert ugye senki más nem tudja, hogy hogy néz ki, mivel mindenki csak fátyolban látta. Na hát Victornek hívják egyébként, ő pontosan tudja, hogy hogy néz ki Poppy. Úgyhogy kisebb pánikolások után összetalálkozik egy hölgyel, akinek később kirázott most is a hideg. Ezt még nem hallom. Később még lesz szerepe ebben az egész történetben, és imádtam, hogy ez kiderült. És ez a hölgyike segít neki. Megmutat neki egy üres szobát, ahova elvonulhat csendben, nyugodtan elbújni Victor elő. És hát ahogy belép abba az üres szobába, kiderül, hogy nem volt üres a szoba. És itt találkozik a másik főszereplőnkkel, Hawkkal. Maradjunk annyiban, hogy már itt eléggé feltűzeltek a dolgok, ahhoz képest, hogy szegény Poppy még nem sok mindent tapasztalta. Szegény Poppy még rá sem nézett egy méterről faszira. És 2 perc múlva az ágyban vannak egyébként. Igen. Úristen. Hát maradjunk annyiban, hogy ott elég közel kerülnek egymáshoz, és Poppy nem is akarja így feltárni, hogy ő kicsoda, micsoda, nem véletlen, és kíváncsi is, tekintette, hogy nő. Úgyhogy úgy volt vele, hogy meglátjuk, hogy mi lesz. És pont amikor bármi nagyon komoly történhetett volna igazából, kopogtak az ajtón, és Hawknak el kellett mennie, megkérte Poppyt, hogy maradjon ott. Visszajövök királylány, vagy valami hasonló. Igen. Imádom. És Poppy nem várta meg. És Poppy hazament. Nem mondta el senkinek ezt a kis talikát. Gyorsan ugye túllép a tényen, hogy megölték a testőrét, és visszamegy a szobájába. És utána jelzi Victornek, hogy a temetésére mindenképpen el szeretne menni, ami megint csak egyébként elképesztően tiltott dolog, tehát hogy semmiképpen nem lehetne ott, de ott lesz a temetésen, és Victornek közelebb kell mennie, azt hiszem mágia elégetik, nem? Igen. Közelebb kell mennie a mágiához, viszont nem akarja egyedül ott hagyni Poppyt, és akkor a királyi őrségnek az egyik tagjára bízza rá. Aki nem más, mint Hawk. Így van. Egyébként. És ott azt hiszem beszélnek egyébként pár mondatot. Igen. És Poppy végig azon gondolkozik, hogy vajon Hawk tudja-e, hogy ő az, akivel a Vörös Gyöngyben találkozott, de erre nem kapunk egyébként választ. Úgyhogy annyi a lényeg, hogy mindezek után, mivel a testőrét megölték, ezért kell egy másik testőr, és nem mást neveznek ki mellé, mint Hawkot. És ami nagyon furcsa, hogy én úgy emlékszem, hogy a másik testőr egyébként nem láthatta az arcát, igen, hogy azonnal azt mondja neki a herceg, hogy vegye le a fájtlat, és mutassa meg magát Hawknak. És amit kihagytunk az egész sztoriból, vagy nem tudom, hogy az jutott eszedbe, hogy ugye az egyik fele az arcának nagyon csúnyán szét van karmolva, és más sebei is vannak, mert ugye amikor megölték a szüleit, krávenek ugye ezek a dolgok, de csak hogy ne, hogy ennyire izén a sztorin, tehát hogy én már itt kezdtem szerelembe esni Hawkkal, amikor közölte, mert hogy nagyon fontos, mert a herceg az egy igazi pont, köcsög. És mindig úgy hivatkozik Poppyra, hogy az egyik fele gyönyörű, és a másik meg maga az ocsmánság. És Hawk erre azt tudta mondani, hogy mind a két fele egyformán gyönyörű. Igen. Igen.
Ezért magasak az elvárások, lányok. És ebben a pillanatban egyébként Poppy rámosolygott a hercegre. Ami hercegnek annyira... Amit már tetszett. Akkor tudta, hogy ezért büntetést fog kapni. Ami egyébként meg is történt, és később vissza lett hivatva, és nem tudom én hány veszőütést kapott büntetésül, amit közben egy másik lord, Lord Mézen, végignézte, és jót szórakozott rajta. Oké, telnek múlnak a napok, Hawk kísérleti mindenhova Poppyt, itt egyébként Poppy az egyik alkalommal beszédbe egyedik másik, nem is tudom... Hát ilyen udvarhölgyekkel. Udvarhölgyekkel, amit megint csak nem lett volna szabad neki csinálni. És nyilvánosan Hawkkal is beszélgetett egyébként. És akkor én itt most beszúrom azt, mert szerintem körülbelül most jön az, hogy ugye Poppy nagyon szeret kimenni esténként. És egy alkalommal... Úristen, most tartunk itt. És egy alkalommal... Úristen! Kiszakadt egy könyvtárba. Nagyon szeret olvasni, nem igen. Olvashat, csak tankönyveket olvashat. Meg ilyen történelmi és dolgokat. És mindig a udvarhölgye, társalkodó nője vitt be neki könyveket, de hát nem annyit, amennyire szüksége lett volna, és nem olyanokat, amiket szeretett volna igazán. És én már nem tudom, hogy hogy találja meg, de Villa kisasszonynak hívják a hölgyet, aki naplót vezet, és hát Villa kisasszonyról tudni kell, vagy hát itt még nem tudjuk szerintem, hogy ő micsoda vagy kicsoda. Semmi. A lényeg, hogy elég hosszú életet élt ahhoz, hogy nagy kalandokba verje magát, és hát Poppy megtalálja ezt a könyvet, és kis szűzlányként nagyon jókat olvas belőle. Gyerekek, ez egy szexnapló, csak hát, hogy tiszta legyen ja. Mindenki, ez egy szexnapló, konkrétan. És fejezetről fejezetre különböző nemű, mennyiségű származású emberekkel folytat aktusokat Villa kisasszony. Villa kisasszony naplója végig kísér minket egészen a harmadik rész végéig, és ahogy mondtad az előbb, különböző nagyon fura helyzetekben fog ez előkerülni. De nagyon vicces, egyébként én nagyon szeretem a humorát a könyvben. Imádom a kapcsolatokat, amik vannak az emberek között. Nagyon... Nekem például Victorrel ez a kapcsolat, ez az apa figura az életében, ez ilyen, nem tudom, annyira szép, hogy tudtam, hogy fog valami történni Victorrel. Szóval ezután eljön egy ilyen bál, amire Poppy is elmehet, és mindenki vörösbe van öltözve. A lényeg annyi, hogy kiderül, hogy Hawk az első pillanattól fogva már a vörös gyöngytől tudja, hogy Poppy a szűz, és tudja, hogy nem szabadna neki azt de csinálni, amit csinálják, de hogy fán. Majd ezután beüt a krak. Ahogy elindulnak a folyosón, igazából felkelés tör ki, és egyik pillanatra a másikra igazából ilyen tömegkatasztrófa lesz az egész rendezvényből. Hogy kössük ezt is valakihez, ugye van a másik királyság, ez az Atlantia, akinek a vezérét sötét szerzetnek hívják, mert hogy annyi halál kapcsolódik a nevéhez, és azok, akik őt követik, őket nevezik alászálltaknak, és hát ott így a támadás vége fele már, de Victor meghal. Tehát ott leszúrják, hogy nem tudom, mi történik. Mindegy, a lényeg, hogy Victor meghal. Ami azért Poppynak nem esett olyan túl jól. Poppy ott teljesen összetöri. Lord Mézen, vagy igen. Tök mindegy, hogy hívják. Beszól neki valamit, és Poppy felkel, és halálra szurkálja. Levágja a kezét, utána halálra szurkálja. És azt hiszem, hogy ekkor döntik el ezután, a felkelés után a királynő a fővárosban, hogy akkor jó lenne, hogy a Poppy most azonnal indulna hozzá. Igen. És hát ugye, mivel Hawk volt az egyedüli olyan testőr, akiben úgy bíztak, ezért ő szervezi meg az egész elindulást, fel a fővárosba. Összeszervezik a csapatot, hogy akkor Poppyt vigyék el a fővárosba, és igen. A lényeg annyi, nagyon röviden, el is indulnak, kis vegyes csapatukkal, viszont több napnyi út lóháton természetesen. Poppy egyébként nem tud lovagolni. Úgyhogy együtt lovagolnak. Úgyhogy ők egy lovon ülnek Hawkkal. Aki néha nyomok áll ide-odana. Ups.
Az első hely, ahol megállnak. Ha ugyanarra az erdőre gondolunk, ahol... Igen. Hát... Oké, az erdő van. Igen. Megállnak, és... Hoki nem tud elaludni, nagyon hideg van, neki. Nagyon hideg van, és Hok megkérdezi tőle, hogy szeretné-e, hogy segítsen, hogy elálmosodjon. És természetesen Poppynak fogalma nincs, hogy miről beszél, és mi történik. És még poénkodik is Poppy vele, hogy nagyon reméli, hogy Kiera nem tudja, hogy éppen mi történik ott, meg nem hallja, meg ilyenek. Ja, egy kis finger action után-utána nagyon... nagyon jót alszik Poppy, villámgyorsan elalszik, és másnap indulnak is tovább. És a következő megálló egyébként szerintem új menedékbe igen. állnak meg. Igen, de, és ott is maradnak, tehát hogy a könyv végéig szerintem ott vannak. Igen, igaz. Jó reggelt, királylány. Ja, és végig királylánynak hívja benne, és ez is tök fontos, mert nem sokára kiderül, hogy miért hívja királylánynak. Mindegy, annyi a lényeg, hogy megérkeznek új menedékbe, ahol egyébként Hókot mindenki ismeri. Az egyik testőr azt érzékeli a régi gárdából, hogy valami nincs rendben, ezért ő ki akarja onnan menteni Poppy. És emlékszem, hogy kimennek az istállóba, és hát itt bukkannak fel először a vérfarkaskák, mert hogy kiderült, hogy nagyon sok mindenki ott igazából vérfarkas. És itt egyébként Hók nem volt ott. Igen. És ezt várta Poppy, hogy megjöjjön Hók és elmeneküljenek, és hát... És hát megjelenik Hók, és nem menekülnek sehova, mert... Hók rászól a többiekre, hogy állítsanak magukon. És akkor jön rá Poppy, hogy Hogy az egész egy nagy át. Az egész egy nagy átverés, igazából. És Hók megmondja a többieknek, hogy nem bánthatják Poppyt. Itt volt az első olyan, hogy mi a fasz. Mert hogy itt derül ki, hogy Hók nem az, akinek eddig gondoltuk. És mivel élve van rá szükség, ezért bezárják egy, hát egy ilyen kriptába, vagy nem tudom, hogy miben, egy börtönbe. Tömlöcbe. Tömlöc van. És a Jericho, aki megígérte, hogy megöli, egy másik emberrel megjelent. És meg akarják megint ölni. Meg akarják ölni. De közben ott van másik két vérfarkas. Poppyt meg akarják védeni, és akkor itt a kis vérfarkasok harcolnak egymással, Poppy is megsérül, mert ő is harcol, és a lényeg, hogy Poppy már így érzi, hogy akkor ő neki itt a vég, amikor is valaki fölé emelkedik, és Kieran úgy szólítja, hogy kezdtél, ott elsötétül minden, szobába kell fel, és itt van az a legjobb az egészben, hogy itt bekattan Poppynak, mikor már így magához tért, hogy Kestilnek nevezte Kieran, és hát Kestil nem más, mint a sötét szerzet. És hát fogja! És megvilágosodik a csaj, és azt mondja, hogy itt van előttem a sötét szerzet, itt van a tőröm, mi más tehetnék, szíven szúrom. Az igazából mindent megold, és innentől király lesz minden. És leszúrja a faszit, egy per egy, de aztán kapcsol, hogy bozd meg, leszúrtam! Ebből baj lesz, úgyhogy felpattan, bebassza maga mögött az ajtót, és elkezd rohanni kifele. A hóban. A hóban, igazából. És egész addig tök király is minden, míg meg nem jelenik mögötte Kestil. És el nem kapja, és nyakon nem harapja. Nem így van? Annyira tényleg. És ott elkezdi szívni a vérét, ami all fun and games, ami Poppy el nem kezd könyörögni neki, hogy dugja meg. Ja. Nem lehet szemben mondani, ez történik. Hát így darabig mondja neki Cassie, hogy nem, mert hogy majd, ha visszajön az eszed, akkor rájössz, hogy igazából nem akartad. Poppy nagyon állítja, hogy de igen, ő akarja, és később is akarni fogja. Úgyhogy ott a hóba megy gyors egy menet. Szerintem egyébként majd kijavít, ha nem így van, de én úgy emlékszem, hogy utána visszamennek a szobába, és Poppy hajlandó meghallgatni azt, amit Cassie szeretne mondani. Ugye Poppynak azért elég nagy gondot okozott, hogy az, hogy végre ő saját maga döntött valamiről, mégpedig arról, hogy mondjuk Hókot szeretni, meg szeretne vele lenni, meg már gondolkozott azon, hogy milyen lesz a közös életük. És most nem találom azt, hogy mikor kérdezi meg tőle, de emlékszem, hogy megkérdezi tőle, hogy minden hazugság volt-e. És miután kiderül, hogy nem öli meg egyébként, mondja neki Kestil, hogy ha meg akarsz ölni, a fejemre kellett volna céloznod, királylány, de még rosszabb, hogy elfelejtetted, és kérdezi tőle Poppy, hogy mit felejtettem, és mondta, hogy ez valódi volt. Tehát, hogy egyébként Kestil is pont ugyanígy érzi. Kestil közül, hogy hazamennek,
És Poppy megközli, hogy hát én nem hazamegyek, mert nekem nem Atlantia az otthonom. Amikor is kiderül, hogy valószínűleg, de Poppyban is csorog atlantiai vér. Atlantai, nem tudom. Atlantiai. Az, olyan, mindegy. Tehát, hogy amúgy ő is hazamegy, Kieran számon kéri Kestilt, hogy miért is kell hazamennünk, mert hogy az igazából a céltól távolodnak el, mert hogy a másik irányba kéne vinni, és Poppyt elvinni, elcserélni. És hát azt mondta erre Kestil, hogy egy atlantiai. Szóval csak akkor házasodhat össze két atlantiai, hogyha mind a ketten a saját földjükön állnak, amikor is Poppynak leesett az álla, és Kestil azt tudta mondani az utolsó könyv, vagy az első könyv utolsó mondatában, hogy hazamegyünk összeházasodni királylány. Ahol kirázott a hideg, és örültem, hogy már meg itt van, és vár rám a második része. Egy, kettő. Nem tudom, hogy itt raktam össze fejbe, vagy akkor, amikor kiderült, hogy Kestil kicsoda, de hogy azért hívta királylának, mert ő meg királyfi. Tehát, hogy... imádom. Kestil Danár király. Igen. És hát így ér véget az első könyv. Ja, azt szeretném megjegyezni, hogy Barbika firkálja a könyveit, és Barbika kijelöli belőle a kedvenc részeit, amin vagy röhög, vagy sír, vagy valami. És most már ahhoz is, vagy arra is rászoktam, hogyha... Mivel nem, tudom, olyan, hogy Rebecca, nem olyan régóta csinálja, de ez a kedvencem egyébként. Ha tudom, hogy Rebecca el fog olyan tolvasni, akkor neki hagyok benne ilyen kommenteket. Zseniális. Az első részben egyébként érezhető karakterfejlődés mindenkinél, de visszafogott, mert inkább egy kicsit így oda-vissza. Igaz. Köszönöm. Szóval, oda-vissza ugrálunk személyiségjegyeket tekintve, mert az egész sztori annyira kusza, hogy... meg az igazat megvalva, tök nehéz átadni azt, hogy most ki kicsoda, mert hogy itt még amúgy szerintem nem is rajzolódott ki. Itt senki nem is értettük, hogy... Az első rész, az a szó legjobb értelmében kész katyvasz, ja. És fogalmad nincs, hogy egyszer ezt hiszed, aztán azt hiszed, aztán ennek hiszel, aztán annak hiszel, és egy kicsit igazából talán ez vonatkozik az első könyvre a legjobban, hogy így rángatnak oda-vissza, de közben mégis, nem is tudom, hogy odaszögezve tart a könyvhöz, és csak még jobban érdekel, hogy most már mondjátok már meg, hogy mi van. De egyébként tök durva, mert hogy ezt mondtam Rebekának is, hogy amikor már itt hallgatta, vagy mikor voltak ezek az apró utalások, hogy jobb a hallása, meg jobb a látása, és így a sötét szerzetet, mikor így mondták, hogy a sötét szerzet milyen jól néz ki, meg hogy egy helyes királyfi, meg mit tudom én, azért akkor én már úgy sejtettem. Az első részben még voltak olyan dolgok, amit így egy kicsit érezhettél. Nem biztos, hogy összeraktad, hogy mi történik, de így sejtéseid lehettek. Viszont nekem egyébként a második, harmadikban nagyon kevés olyan volt, hogy tudtam volna, hogy mi fog történni, vagy lett volna igazából bármi sejtésem. Hát emlékszem, hogy befejeztem a második könyvet, itt ültem, és felhívtalak tátott szája, hogy nem mondok semmit, de azonnal kezd el a másodikat igen. olvasni. Igen. És nekem most eszembe jutott egy magam, mert megláttam egy mondatot, hogy tök sokszor látok olyan TikTokokat, meg mindent, ami így könyvvel kapcsolatos, hogy ugye általában van egy jó fiú, az Akotárban ott van Temlin, és akkor ott van Rhys a másik oldalon, tehát hogy mindig van egy ilyen, mit tudom, most a Fortwinget olvastam, ott van Dane és Seiden, és hogy tényleg az van, hogy a nők nem arra vannak, hogy megmentsék őket, hanem hogy hagyják nekünk azt, hogy mi saját magunknak oldjuk meg a problémát. Milyen szomorú? De sokkal többre való az, hogy például mit olyan jó, hogy most nem pont két olyan szerelmi szál van, hogy úgy ízés. Tök szimpi az nekem, és ezt tökre szeretem benne, hogy még mikor Hawk volt akkor is, és mikor Kestil lett akkor is, mindig hagyta, hogy a saját harcait megvívja. Igen. És soha nem az volt... Szóval szerint és átvitt értelemben is igen. egyébként. Igen. És soha nem az volt, hogy majd én megmentelek, meg mit tudom én, jó persze az is, meg ott van neki, de hogy hagyja, hogy kibontakozzon, és saját döntéseket hozzon. Az egyik kedvenc részem
amikor Kraven támadás volt, és magaslaton véletlenül összefutottak. Ott volt egy kis harc is egyébként. Poppy ott egy Halloween-be és egy papucsba ment ki az íjjal Kraveneket öldösni. És akkor szeretném felolvasni, hogy pont ezután mit jelöltem ki, egy pillanat és megkeresem. Mert hogy az utolsó mondata Hawknak ebben a fejezetben az volt, tehát még egyszer elmondom, Halloween-ben és papucsban volt, és azt mondta, hogy amikor legközelebb oda mész, jobb cipőt, meg vastagabb öltözéket viselj. Az a papucs a halálodat is jelentheti, a ruha pedig az enyémet. És de jó, imádom. Meg amúgy én szeretem kiemelni azokat a részeket is, amik ilyen van mondandója. Mm-hmm. És pont itt a harcnál volt az, miután kicsit összeszólalkoztak, hogy Poppy mégis miért gondolta, hogy jó ötlet lesz papucsban és Halloween-ben kimenni harcolni mindenki másért. És Hawk elmondja neki, hogy mennyire bátor, és azt mondja Poppy, hogy szerint ez nem bátorság, hanem félelem. És akkor erre mondja azt Hawk, hogy a félelem és a bátorság gyakran egy és ugyanaz. Vagy harcos csinál belőled, vagy gyáva maradsz. A különbség az ember, aki mögötte van. Olyan szép dolgok vannak ebben a könyvben. Az én egyik kedvenc részem, és az előbb megtaláltam, ahogy kihúztam, pont az, és amúgy jól mondtam, hogy kiveszi a kezéből, tehát nem odaadja neki a Villa kisasszonynak, hanem kiveszi a kezéből, és ugye vissza akarja szerezni. És mondja neki Poppy, hogy bocsánat, szeretné visszakapni a napot, és azt mondja Hawk, hogy visszaadom, ha felolvasol nekem belőle. Poppy gondolatait szeretném idézni. Lehet, hogy nem tud olvasni. Kérlek, add, hogy ne tudjon olvasni. A vigyó lassan ravalmad az arcára. Nyilván tud olvasni. Miért ilyen igazságtalan az élet? Imádom, zseniális. Amúgy szerintem az egyik legjobb dolog ebben a könyvben a humor. Ezt nagyon nem vicces dolgok van. Hawk felolvas a naplóból. És közli Poppyval, hogy ez a nő imádja a határozó szókat, nem? Mondja neki Poppy, most már elég. A férfiassága tett túl. Mi? Ez a mondat végig. Ó, lehet nem tudod, mit ért férfiasságot. Szerintem a farkáról beszél, a kukijáról, a hintagjáról. Zseniális korog. Nagyon vicces. Igen, és akiről amúgy nem is ítéltünk semmit, és csak annyit mondtunk, hogy a szolgáló lánya az a... Nem tudom, hogy kell szépen mondani. Igen. Amúgy ő egy cuki. Cuki, és ott egyébként az az érdekes, hogy Poppy tök sokszor elmondja, hogy ő tart attól, hogy igazából a Tony nem is csak, vagy hogy nem igazából barátként tekint rá, hanem kötelességből van vele. És az igaz, hogy ez a munkája, hogy ő társalkodó nő legyen, és szóval tartsa Poppyt, hogyha arról van szó, de az első könyvben is tök sokszor bizonyítja, hogy egyébként tényleg barátnője, igaz barátja, és utána a harmadik könyvben is nagyon-nagyon cuki rész van vele, úgyhogy ugye amikor elrabolják, hát nem idézőjelben, elrabolják Poppyt, akkor ők könyörög, hogy mehessen vele Tony is, és ugye ott Castiel nem engedi neki. Igen. És nem is tudom, hogy mit mond, hogy miért nem, de... De a lényeg, hogy nem engedi. De nem engedi, hogy jöjjön, mert ugye bajba sodorhatták volna, tehát hogy konkrétan... Ezt azt hiszem mondja is, hogy nem szívesen ölte volna meg, de hogyha oda kerül a sor, akkor végezni kellett volna vele, úgyhogy így a legbiztonságosabb neki, hogyha nem jön. Ez nem ilyen kedvenc rész, de hogy ilyen nem is gondolt, vagy így nem mondtuk el, hogy ugye amikor kiderült, hogy ő a sötét szerzet, azért Poppynak ott volt egy ilyen nagy pofáncsapás, hogy nem tudom máshogy mondani, mert hogy a szüleit a sötét szerzet emberei ölték meg, vagy legalábbis a Kravenek, Victor miatta halt meg, a másik testőre miatta halt meg, tehát hogy beleszeretett egy olyan emberbe, aki minden rosszat okozott az életében igazából. Uh-huh. És ez ilyen, szegény kislány. Aztán szíven szúrta, jó tette. Nem tudom, az összes ilyen kis cuki pillanat, ami így közöttük volt, és ez a szurkálódás, az, hogy így Poppynak kezd kibontakozni az igazi énje, és nem ez az elnyomott szűz, az így minden kis... És amúgy most, ahogy belenéztem, az első részben is, de a másodikban már határozottan, ahogy kimer állni magáért Poppy egyre jobban, és igen. Ez a három könyvben így... Igen. De, igen. Mert ugye neki nem szabadott senkivel beszélnie, tehát hogy még csak
kommunikálni se, nem, hogy kiálljon magáért. Hát meg ugye a herceg megnyiszer bántotta, meg bántotta. És soha nem szabadott semmit mondania, és először csak ugye Hókkal, aztán már Kesztillel is úgymond szembeszáll. Utána ugye a vérfarkasok előtt is kiáll magáért, Kierennek is beszólogat folyamatosan, és tök jó látni, hogy a magabiztosságát, ahogy szedi össze, és igazából kimeri mondani, amit gondol, és megmeri védeni magát. Az első rész egy nagyon fontos rész, nyilván, viszont... Sok. Mert hogy úgy sok, hogy sok az infó nagyon. Túl sok infó, és kevés ilyen... Nem is tudom, hogy mondjam. Ilyen nagyon vicces, vagy nagyon kiemelkedő dolog van benne. Ilyen váó. Mert hogy ilyen sok apró van inkább, de hogy így nem sok marad meg szerintem az ember. Aztán lehet, hogy másnak igen. De kíváncsiak így... vagyunk egyébként rá, hogy nyilván valószínű csak olyanok lesznek, akik tényleg olvasták már őket, de hogyha olvastátok, akkor jöhet kommentbe. Kedvenc részek, mi nem tetszett, mi tetszett, nektek mi maradt meg a legjobban, bármi ilyesmi. Kiegészítés, hogyha szerintetek kihagytunk valamit. Úgyhogy ez volt az első rész. Valószínű, hogy ezt egyben megvágom és egybe fog kivenni. Ha esetleg eltelik annyi idő, mire felvesszük a második és a harmadikat, akkor írjátok le, hogy hogy látnátok szívesebben ilyen könyv könyvösszefoglalót Barbie-tól és tőlem. Illetve így gyorsan megjegyezném azt is, hogy menet közben beszéltük, hogy nagyon-nagyon hosszú lett. És eszembe jutott, hogy mi lenne akkor, hogyha csinálnánk itt YouTube-on egy live-ot, és akár ezeket is, vagy már az Akotárt, vagy azt is, vagy nem tudom. Kicsit interaktívan. Interaktívan közösen elemezném ki, és akkor ti is hozzá tudnátok szólni, és igazából egy ilyen kis beszélgetést tudnánk belőle csinálni, nem csak ilyen ti hallgatjátok, hogy mi mit magyarázunk össze dolgot. Úgyhogy igen, várjuk a véleményeket erre vonatkozóan. Úgyhogy ez volt a Vér és Hamu első része. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Természetesen, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, kommenteket ezerre nyomjátok. És vagy találkozunk a következő videóban, vagy hogyha úgy gondoljátok, hogy csináljunk lájkot, és beszélgessük meg együtt, akkor ezekkel majd egy live-ban találkozunk, és az én következő videómban meg. Láttok engem, remélem, hogy ő is fog jönni, mert én nagyon szeretem, hogyha itt van velem, de ez rajtatok fog múlni, valószínű. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltatok, a következőben találkozunk. Sziasztok! 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 Bye! Bye!